Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetés a karácsony, a család és a szeretet különböző megközelítéseiről szól. Kedves nézőink, karácsony közeleg. A karácsonyt, mint a szeretet ünnepét, a családok ünnepét szokták apostrofálni. Köszöntöm a stúdióba Györgyné Kollár Gabriellát és Rapai Juditot ez alkalomból. Valószínűleg nagyon sokan ismerik a nézőink közül Szent Pálnak a szeretet himnuszát. De vajon egyféle szeretet van-e, vagy sokféle szeretet? Hogy lehetne ezt esetleg, ha erről néhány szót szólna? Hát épp most beszélgettünk a Gabival, mielőtt elkezdődött a beszélgetés erről egy pár mondat erejéig. Én azt hiszem, hogy szeretet egy van, de szeretetnek a kifejeződése az nagyon sokféle lehet, és ezt ilyenkor karácsonykor is észre lehet venni, tehát például a férfinői szerepeknek a különbsége, a férfinői mentalitásnak a különbsége ilyenkor is megjelenik. A nőknek, ugye a női szerepnek az egyik legfontosabb eleme, legmeghatározóbb eleme a családnak az összetartása, és ők a szeretetüket azon keresztül fejezik ki, többek között, hogy a karácsony kapcsán akkor a hangsúlyt kap mondjuk a készülődés, az, hogy mindennek tökéletesnek kell lennie, hogy mindenkinek adni szeretnének. És ezzel sokszor előfordul, hogy átesnek egy kicsit a ló túlsó oldalára, és akkor ott van az a férfi erő, ami visszafogja őket, ami visszabillenti ezt az egyensúlyt, hogy lazuljunk le egy kicsit, és nézzük meg, hogy mi az, ami most valóban fontos számunkra. És természetesen egy teljesen más, de ugyanebben a körbe illeszkedő dolog a szülői szeretet is, aminek megint teljesen mások a megnyilvánulásai. És azt hiszem, hogy már is megkérdezhetem Gabriellát a szülői szeretetről, hiszen önnek igazán lehetnek tapasztalatai, valódi nagy családban élnek. Hány gyerekkel? 6 gyermekünk van, 6 gyermeket nevelünk. De valóban így van, és nagyon örülök, hogy Pál apostol szeretett himnuszával kezdte a beszélgetést, mert valóban ebben minden benne van, tehát ebbe a lényeg benne van. Az, hogy a szeretet milyen, hogy nem gyűlölködik, hogy a rosszat fel nem rója, hogy nem gyullad haragra. Bár hozzáteszem, a harag az még nem bűn, a haragra gyulladás, hanem az, hogy ennek milyen kifejeződését enged meg magának az ember, ez már neveltetés, meg önfegyelem kérdése, mert persze van olyan, amikor az anya is haragra gyullad, meg olyan is, hogy a gyerek méregbe gurul. Nem ez a baj, hanem az, hogyha ezt engedjük eluralkodni, és engedjük betokosodni. Annak is nagyon nagy bölcsessége van, hogy a nap ne nyugodjék le a haragotokkal, tehát bocsássunk meg egymásnak minden estére. És ez karácsonykor különösen érvényes, mert hogy nem lehet odaállni szenteste a fa alá, nem lehet őszintén a szeretetünk kifejeződéseképpen átadni a kis ajándékainkat, bármi legyen az, hogyha harag van a szívünkben. Tehát a kiengesztelődés azt hiszem, hogy most különösen fontos. Judit, említette itt az előbb az anyai szerepet a karácsony közelettével. Valóban ön is így érzi, önök is így érzik, hogy fokozódik ilyenkor az anya szerepe a családban? Biztosan így van, és én sokáig abban a tudatban éltem, hogy minden tökéletes kell legyen, szentestére legyen kisubickolva, ház feldíszítve, 3 napra előre megfőzve, megsütve minden, legalább 6 tepsi sütemény, stb. Egészen addig, amíg a 6. gyermekünket várva, 7 hónapos veszélyeztetett kismamaként, meg nem tapasztaltam, hogy nem ez a lényeg. Ugyanis pont szenteste a stressz hatására, hogy minden tökéletes legyen, levált a mélepény, és ott találtam magam hirtelen a kórház műtőasztalán élethalál között, és akkor megértettem, hogy mindent elengedve tényleg csak a szeretet a lényeg, az, hogy vigyázzak a rám bízottakra, és mindent átadjak nekik, ami igazán lényeges. Judit, itt adás előtt beszélgettük éppen, hogy milyen érdekes egybeesés az, hogy ön is éppen szenteste szült. Hogy érte meg ezt akkor ön? Igen. Hát meg kell, hogy mondjam, a életemnek egyik legszebb adventi
időszaka volt, és valóban megvolt a várakozásnak, az a várakozás jellege nyilván, és adódott hozzá ez a plusz dolog, hogy egy babára várunk, és a fiam a Waldorf csoportba járt akkor, és ott van az a szokás, hogy az adventi időszak vége felé a szülők is bemennek énekelni, és közösen a gyerekekkel körbeülve karácsonyi dalokat énekelünk, úgyhogy én azóta is állítom, hogy ennek hatására érkezett aztán karácsonykor a lányom, de az állapotom valahogy rákényszerített arra, hogy én is lelassuljak, és ez az, amire azt hiszem, hogy leginkább szükség lenne, és ez az, aminek az ellenkezőjét tapasztaljuk most leginkább, hogy, hogy minden gyorsul, hogy vásárolni kell, hogy ezt meg azt el kell intézni, és szerintem nőként az egyik legfontosabb kérdés, amit fel kell tennünk magunknak ilyenkor, hogy egyrészt, amit a Gabi is mondott, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami fontos nekem, mi az, ami fontos a páromnak, a gyerekeimnek, a családomnak, ők mire vágynak, és külön dobozba tenni azokat az elvárásokat, amelyek kívülről máshonnan jönnek. Tehát nagyon ritkán tesszük azt meg, hogy felülvizsgáljuk mondjuk a saját szokásainkat, vagy hagyományainkat, amik a családban vannak. Egyszerűen robotpilóta üzemmódban csináljuk azt, amit minden évben szoktunk, és soha nem kérdezzük meg azt, hogy miért is csinálom ezt így, valóban így szeretném, valóban úgy szeretnék ünnepelni, hogy rohanok egyik helyről a másikra, vagy inkább az lenne jó, ha tényleg békésen leülnénk és együtt lehetnénk. Tehát, hogy néha meg lehet ezt tenni, hogy egy kicsit felülvizsgáljuk azt, hogy milyenek ezek a szokások. És közben én láttam, itt Gabriella élénken bólogatott és helyeselt mindarra, amit Judit elmondott, de mennyire könnyű ezt letenni, egyáltalán mennyire könnyű megállni. Én azt gondolom, hogy az embernek ebben a mindennapos pörgésben nagyon nehéz behúzni a féket és megállni. Működik ez? Csak tudatos kontrollálással valóban, ahogy Judit is mondta. Tehát, hogy rájövök, hogy mi a jó nekem, és mi a jó a családomnak. Egyszer én megkérdeztem a gyerekeimet, meg van, amikor kérdés nélkül is mondják, hogy anya, ne legyél már ideges, mert nekünk akkor jó itthon lenni, hogyha te vidám vagy, és derűs, és jókedvűen vagyunk együtt. Tényleg felszabadultam. Ugyanakkor, hogyha az elvárásoknak akarok állandóan megfelelni, akkor belefeszülök, és akkor nem tudok felszabadult és vidám lenni, és ez ráül a gyerekeimre is, ráül a családomra. És azt hiszem, hogy nem ez a célunk egyikünknek sem, hogy ilyen feszült és ideges, teljesítménycentrikus ünnepet készítsünk elő magunknak vagy a családunknak. Mennyire családi ünnep önöknél a karácsony? Összejön mindenki, együtt van, együtt ünnepelnek. Igen, van kis családi ünnep is, a szűk család, és természetesen a nagy családot is, mindenkit meglátogatunk. Nem könnyű a szervezés egyébként, hogy mindenhova odaérjünk, de nagyon szép és bensőséges szokott lenni mindig az ünnep. Tehát sikerül az, amit elmondott itt az imént, ez a megállás egy kicsit önmagunkba tekintő. Igen, de ehhez nekem is azt kellett, hogy ez meg tudjon valósulni, hogy át kellett gondolnom azt, hogy mi az, ami valójában fontos, és megbeszélni ezt a többiekkel is, és így sikerült azt hiszem egy olyan ünnepet kialakítani, amit mindenki ünnepnek érez. Vannak hagyományaik egyébként a családban, a nagy családban, a karácsonyi hagyományok? Igen, mi hoztuk ezt igazából, ezt a szokást mi alakítottuk már ki a férjemmel, hogy együtt megsütjük a Betlehemet mézes kalácsból. És ez évről évre más, mert minden szilveszter éjjelén megesszük. Tehát kötelezően, hogy véletlenül se tegyük el még a legjobb darabokat se, illetve nálunk a szilveszter is nagy családos, illetve mindenki számára nyitott a házunk, barátok, ismerősök számára, aki velünk szeretne vidámkodni, és csapatjátékok vannak ilyenkor, és ezek a betlehemi figurák a jutalom a csapatnak. És a lényege az, hogy amikor összevárjuk a családtagokat, mert a gyerekeim nagy része kollégista és egyetemen tanulnak, összevárjuk egymást, és olyan 22-e környékén én addigra begyúrom a mézes tésztát, és együtt készítjük el ezt a betlehemest, a párom dolga, hogy összeállítja.
és ez már egy lelki ráhangolódás is. Minden évben ilyenkor a Bojtorján lemezt tesszük be, amit még annak idején, amikor a párom udvarolt, első ajándékként vettem neki. A karácsony este jöjjel már. Kezdetű lemez, az összes gyerek kívülről fújja, és ez a hangulat úgy ráül a családra, és a készülődés ennek jegyében telik aztán. Mennyire fontosak a hagyományok, Judit, egy karácsonyban, mondjuk a családi hagyományok? Szerintem nagyon, nagyon fontosak, mert nagyon hozzájárulnak a család egységéhez, és egy kapaszkodót jelentenek mindenkinek, egy biztos pontot, erre szükségünk van. Ezekre a keretekre és tradíciókra, és az is nagyon fontos, amit Gabi mondott, hogy a gyerekeket is minél jobban bevonjuk ebbe, vagy engedjük, hogy akár ők találjanak ki új szokásokat. Legyen meg az, amit ők hoznak be ebbe a dologba, amivel ők járulnak hozzá, hogy ők készítenek el egy-kettő díszt, vagy együtt sütünk a konyhába, vagy együtt elmegyünk sétálni. Ne féljünk az újtól. Nem, egyáltalán ne. És nyilván szerintem úgy öröklődik ez tovább szépen, vagy úgy lesz szép, hogy nyilván mindenki férj és feleség is a saját családjából hoz tradíciókat, és aztán kialakít valamit a saját családjában, amit az ő gyereke is átvesz, és majd neki is meg lesz a sajátja, és ez így nagyon szépen megy tovább ez a kis vonál. Az ajándékozás egy külön téma, ugye itt karácsonykor nagyon sok mindent hallunk erről, hogy jó ez, nem jó, kell, nagy, kicsi, mekkorát, minden. Milyen jelentősége van egyáltalán itt az ajándékozásnak? Nyilván valamiféle szeretetből fakad. Lehet ezt így kötni szeretethez? Vagy egyáltalán, ha valaki ajándékot vesz, akkor hogy kapcsolja össze ezt a szeretettel a karácsonyjal? Hát én azt gondolom, hogy most a szülők, de ez valószínűleg mindig is így volt, hogy azért nehéz helyzetben vannak abból a szempontból, hogy a gyereknek nyilván öröm az ajándék, tehát ettől azért nem lehet megfosztani. Ugyanakkor, hogyha visszagondolunk arra, hogy számunkra mi az, ami megmarad a karácsonnyal kapcsolatban, akkor nem tudjuk már most sem felidézni, hogy mondjuk tavaly mit kaptunk karácsonyra, valószínűleg nem fog menni. De fel tudjuk idézni azt, hogy gyerekkorunkban milyen volt a karácsonyoknak a hangulata, az egésznek az atmoszférája, és azok a pillanatok maradnak meg leginkább, amit együtt töltünk, amikor a szülő tényleg el tud odaérkezni, hogy ott tud lenni a pillanatban, amiben a gyerekek nagyon jók, hogy csak arra figyel, csak együtt vagyunk, egymásra hangolódunk, és ez az, amire emlékezni fognak. Hosszú távon én azt gondolom, hogy ez lesz nekik a legnagyobb ajándék, hiszen csak ezt akarják, ez a legfontosabb nekik, a figyelmünk és a szeretetünk. Most, amíg hallgattam, belegondoltam, és tényleg. Tényleg is. Szégyen szemre ez nem a saját ötletem volt, hogy ezt van egy bohóc, aki születésnapi zsúrokra jár, és ő tette egy ilyen nagy konferencián, ahol voltam fel, ezt a kérdést a közönségnek. Ő ugye a saját dolgaival kapcsolatban, de ugyanez, hogy mi az, amiről emlékszünk, mi az, amire emlékszünk a karácsonyról, és senki nem tette fel a kezét, amikor jelentkezni kellett a több száz emberből, hogy az ajándékára ki emlékszik, de a hangulatra, meg az illatokra, meg az élményre mindenki. Gabriel előttnél ez hogy van? Ajándékozás kérdése? Van ajándék nálunk is, bár évről évre megfogadjuk, hogy kevesebbnek, meg nem, hogy tényleg ne ez legyen a lényeg és a szempont, és ezt el is mondjuk a gyerekeknek, de nem sikerült még kiiktatnunk. Ugyanakkor ugyanálunk születésnap is van, sőt ez van egy nagyon kedves történetem, hogy a legidősebb lányom, aki most 26 éves lehetett, olyan 3-4 éves, akkor egyszer csak elsírta magát a karácsonyi vacsora alatt, hogy hát miért nincs az Úr Jézusnak tortája, hát születésnapot ünnepelünk. És akkor utána egy pár évig volt torta, és aztán megint elsikkadt, és most újra van torta, mert ugye Balázsnak születésnapja van. Igen. 24-én, este 8-kor született, úgyhogy nem is lehet elfelejteni a tortát. És valóban, tehát, hogy ez a lényeg, ők már ugyanakkor, amikor Júlcsi 4 éves volt, már 3-an voltak testvérek, tehát tudta, hogy minden születésnapra jár a torta, tehát ezért hiányolta. És valóban, hogy a gyerekeink figyelmét is erre felhívni, és hogy ne fedje el ezt az ajándékozás, hogy mit ünneplünk valakinek a születésnapját, hogy mit jelent ő számunkra.
A másik, ami nekünk ajándék a gyerekeink részére, az az, hogy évről évre titok a fenyő. Tehát nincs olyan, hogy már 22-én ott van a nappaliba, aztán vagy 20-án, vagy akármikor, hanem szentestére széthúzzuk a függönyt, és ott van, és mindenkinek meglepetés, a 26 évesnek is. Nem adjuk azt ki, hogy... Mert addig gyerekkor a gyerekkor, amíg az meglepetés, és minden évben másmilyen. Hát azt hiszem, hogy ennek egyében nem maradt más, mint hogy nagyon kellemes ünnepeket kívánjuk önöknek, mindannyiuknak, otthon, családnak is, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.